Csökkenhet az ellenőrzési díj. A növényvédelmi gépek felülvizsgálatáról szóló jogszabály módosítását kezdeményezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Nyelvi képzések. Ingyenes tanfolyamok indultak 44 szakképzési centrum, összesen 365 tagintézményében országszerte. A résztvevők informatikát és vállalatvezetést is tanulnak. Polgári Védelmi Múzeum nyílt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyetlen úgynevezett védett vezetési pontját most már bárki megtekintheti Kemecsén. A növényvédelmi gépek felülvizsgálatáról szóló jogszabály módosítását kezdeményezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A javaslat szerint a permetező gépenkénti akár 65 ezer forintos ellenőrzési díj a negyedére is csökkenhetne, és csak az alapvető működési paramétereket ellenőriznék a gépek felülvizsgálatánál. A kötelezettség több ezer gazdálkodót és közel 6 ezer gépet érint csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egy uniós előírás alapján hazánkban is kötelező a növényvédő gépek rendszeres felülvizsgálata. A magyar jogszabály szerint november végéig az összes permetezőt nyilvántartásba kell venni, csak azután kezdődhet el a műszaki vizsgálat, amely 3 évenként aktuális. Többek között a szivattyú nyomás ingadozását, teljesítményét vizsgálnák, valamint a tartály épségét és a szórófejek állapotát is ellenőriznék. A felülvizsgálatot a növényorvosi kamara végezni. Olyan áron próbáltak megjelenni a piacon egyedülállóként, amit a gazdák nem tudtak elfogadni, és jelzéssel léptek az Agrárgazdasági Kamara felé. Mi ezeket a jelzéseket eljuttattuk az Országos Kamara elnöke felé, aki egy levélben fordult a Fazekas Sándor miniszter úrhoz, aki illetékes ebben dönteni, és arra kértük, hogy vonja vissza azt a rendeletet, amit a növényorvosi kamara elvállalt, hogy a gazdák számára egy elfogadható, szolidabb áron és egy kisebb terheléssel járó felülvizsgálattal próbáljuk ezt megoldani. Rácz Imre úgy véli, egy műszaki ellenőrzést nem a növényorvosi kamarának kellene elvégeznie. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint az ellenőrzést akár a gyártók, a forgalmazók, a műszaki végzettségű falugazdászok vagy a katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai is elvégezhetnék. 6000 közeli permetezőgép van csak ebben a mi megyeinkben. Ennek a felülvizsgálata most a szórókeret nagyságától függően a 35 ezertől a 65 ezer forintig kerülne, ha a jelenlegi méréseket végeznénk el rajta. Ellenben, hogyha a kamara végezni? A kamara ezt szeretné ennek akár az egyharmada vagy egynegyedére leszorítani ezeket az árakat. A javaslatot hamarosan tárgyalják, így akár néhány hét múlva módosíthatják a felülvizsgálatról szóló jogszabályt. Ingyenes tanfolyamok indultak 44 szakképzési centrum összesen 365 tagintézményében országszerte. Az egyéves képzésen 300 órában idegen nyelvet, 150 órában informatikát és vállalatvezetési ismereteket is oktatnak. Akik külön órákon vagy nyelviskolákban tanulnak idegen nyelvet, a novemberi vizsgaidőszaktól változásra számíthatnak. Angolóra Máté Szalkán, most a kis- és középvállalkozások vezetői is iskolapadba ülhettek. Ők ugyanis az elsődleges célközönsége a Nemzetgazdasági Minisztérium ingyenes nyelvtanfolyamainak, de bárki más egyénileg is jelentkezhetett a képzésekre. Az egyéves tanfolyamon 300 órában idegen nyelvet, 150 órában informatikát és vállalatvezetési ismereteket is oktatnak. Annak megfelelően, hogy milyen típusú szakképesítések vannak, tudnék, hogy kétkezi szakmát bíró, úgymond régi szakmunkás képzéses bizonyítványra rendelkezők, vagy pedig technikusi bizonyítványra rendelkezők. Ennek megfelelően van két szintje a képzésnek, és ugye úgy lehetne leírni, hogy az elsőt azt nulla szintről alapfokú nyelvvizsga szintre célozza felhozni a program, a második kategóriát pedig alapfokúról középfokú nyelvvizsga szintjére. A képzéseket az ország szakképzési centrumai indították, idén 10 000 helyre jelentkezhettek az érdeklődők. Minden héten, minden csoportnak 3 napi 5 órában kell részt venni az oktatásban. Ebből 2 az idegen nyelvi, 1 nap pedig informatika. A vezető ismeretek tananyag részt azt blokkosítva szeretnénk majd terveink szerint tavasszal,
valamikor beiktatni az oktatásba, és ahogy erről már korábban volt szó, ugye valóban egy OKS vizsgával zárulna a képzés. Minél kisebb egy vállalkozás, annál jellemzőbb a nyelvtudás hiánya, amely sok esetben a KKV-k növekedésének gátja. Ezért fontosak az ilyen jellegű képzések. Ma már idegen nyelv nélkül nagyon nehéz nem csak az üzleti, de a magánéletben is boldogulni. Ezzel pedig segíteni szeretnénk azokat a rétegeket, vagy érdeklődőkört, akinek nehogy Isten egy diploma abszolválásához már csak egy nyelvvizsga hiányzik. Ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy állami támogatással 310 órában egy intenzív nyelvi képzésen vegyen részt, illetve azoknak a munkavállalóknak, akik tulajdonosi köre nem Magyarország területére tehető, hanem Európa, mondjuk úgy, hogy gazdagabbik felére. Így az mindenféleképpen előnyt lehet az alkalmazásban, hogyha valaki legalább alapszinten vagy középszinten egy nyelvet tud. Akik külön órákon vagy nyelviskolákban tanulnak, a novemberi vizsgaidőszaktól változásra számíthatnak. Az oktatási hivatal rendelete alapján novembertől változik az origó nyelvvizsga. Minden készséget több feladattal mérnek. A célja, ha valakinek egy típusú feladat kevésbé sikerült, azt egy másik jól megoldottal kompenzálhatja. Ezzel együtt változik a pontszámítás is. Régen, hogyha valamelyik vizsgarész nem sikerült, akkor ugyan, ha komplex vizsgára jelentkezett is az illető, de mondjuk csak az írásbelie sikerült, akkor írásbeli bizonyítványt kapott, hogyha a szóbelie, akkor természetesen szóbeli bizonyítványt kapott. Most, hogyha komplex vizsgára jelentkezik, de csak akkor, hogyha komplex vizsgára, akkor, hogyha az egyik vizsgarész, mondjuk a szóbeli nem éri el a szükséges 60%-ot, de az írásbeli mondjuk 80%-ot ért el, akkor az ugye 60 meg... Tehát a 80 meg 60 az a 140, és akkor annak azt felezzük, és ha 60%-ot kiadja a két vizsga eredménye, akkor az már egy komplex vizsga bizonyítványt jelent. Viszont megmaradt az a megszorítás, hogy minden készségből minimum 40%-ot el kell érni. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók nagyobb arányban rendelkezzenek nyelvvizsgával, még mielőtt elkezdenék felsőfokú tanulmányaikat. Hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy 74.600, tehát közel 75.000 főt vettünk fel a magyar felsőoktatásba a 16 évi nyári általános felvételi eljáráson. Körülbelül az ő 10%-uk nem iratkozik be, tehát kb. 90% az, aki be is iratkozik, és azt látjuk a dokumentumokból, hogy legalább 50%-uknak van már nyelvvizsgája, amikor bejelentkeznek, ezt vagy a felvételiből látjuk, vagy benyújtják a felsőoktatási intézménynél. Ennyi, akiről legalább tudjuk, hogy van, tehát valószínűleg ennél több jelentkezőnek, illetve felvetnek van, de nem kötelező neki benyújtani beiratkozáskor. Az oktatási hivatal adatai szerint a végzős hallgatók 19%-a nem veheti át diplomáját a nyelvvizsga hiánya miatt. Példátlan összefogást jelent, hogy 3.360.000 ember mondta azt a népszavazáson, hogy nem kér a betelepítési kvótából, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Kósa Lajos. A Fidesz frakció vezetője szerint ez egy olyan erős politikai felhatalmazás, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azért, hogy a választópolgárok akarata érvényesüljön, a miniszterelnök hétfőn benyújtotta a kvóta népszavazással összefüggő alaptörvénymódosítást az országgyűlésnek. A tervezet elfogadásához kétharmados többség kell, ezért elkezdődtek az egyeztetések a parlamenti pártokkal. A magyar baloldal teljesen világos, hogy becsapta a választóit. A választási kampányban azt mondta, hogy a kvóta népszavazás az nem, de a parlamentben egy kvóta ellenes törvényt tudnának támogatni. Bejelentették, hogy nem támogatják, nem vesznek részt a vitán, tehát Magyarország védelme számukra nem kérdés, nem vesznek ebben az egészben részt. Az LMP hasonló álláspontot foglalt el, a Jobbik viszont részt vesz az egyeztetéseken, meg volt az első ötpárti egyeztetés, a Jobbik, az LMP, a KDNP és a Fidesz között is úgy látszik, hogy meg lesz az a többség, és létrehozható az az egyetértés, ami szükséges az alaptörvény módosításhoz. Nem hisz a kormány tisztességében és jóhiszeműségében az MSZP az óriás plakátok tervezett megszüntetésével kapcsolatban, mondta a párt sajtótájékoztatóján Csabai Lászlóné. A politikus szerint normális viszonyok között támogatható lenne a törvénymódosítás, de a múlt tapasztalatai arra utalnak, hogy politikai érdekek állnak a változtatás hátterében.
Nem hiszünk a kormánynak, mi pedig azért nem, mert egy minden idők legdrágább és leggyűlöletesebb kampányát az óriás plakátokkal folytatta az elmúlt hónapokban a kormányt. Nem hiszünk neki azért se, mert az elektromos oszlopokra kihelyezett függő plakátokat megtiltotta, törvényileg megtiltotta. Aztán, amikor a Fideszhez közel álló vállalkozóhoz került ez az ügy, akkor törvénnyel újra szabályozta és engedélyezte. Tehát ez azt jelenti, hogy megbízhatatlan a kormány, szavahihetetlen a kormány, intézkedéseit nem a jó szándék és a tisztesség vezérli, hanem a politikai érdek. Nem támogatja a Jobbik hazánk szabadkereskedelmi megállapodását Kanadával és az Egyesült Államokkal, jelentette ki tájékoztatóján Gyüre Csaba, a párt országgyűlési képviselője. A politikus szerint ezek a szerződések azt jelentenék, hogy génmódosított élelmiszerek és az emberi szervezetre káros vegyszerekkel kezelt termékek kerülhetnek Magyarországra. A megállapodások nem nemzeti, hanem multinacionális érdekeket szolgálnának, tette hozzá a képviselő. Ezzel bekerül a génmódosított termékek kerülnek be Magyarországra, aminek beláthatatlan következményei lesznek egészségügyileg, és azt gondolom, hogy nem. Az Egyesült Államoknak vagy Kanadának kell eldönteni, hogy Magyarországon a gyermekek fognak-e génmódosított termékeket enni az óvodába, hanem azt nekünk kell eldönteni, és nekünk kell kizárni ezeket, illetve azokat a vegyszereket, amelyeket az Egyesült Államokban használnak, Európába be van tiltva, mert rákkeltő anyagot tartalmaznak, fejlődési rendellenességeket okoznak, és azt gondoljuk, hogy ezt Magyarországra semmiféleképpen nem szabad beengedni. Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyetlen úgynevezett védett vezetési pontját most már bárki megtekintheti. A Kemecse melletti objektum ugyan funkcióját már elveszítette, de egykori céljait, eszközeit múzeumként őrzi. Az atombiztos, korábban fegyveresekkel is őrzött föld alatti létesítményben többek között tanácsterem, rádiószoba és katonai rejtjelező is található. Az első világháború után a 20-as, 30-as években valamennyi európai országban létrehoztak légoltalmi szervezeteket, mondta a megyei katasztrófavédelmi igazgató. Varga Béla kiemelte, a cél a háborús légitámadások elleni védelem kiépítése volt, ezért többek között úgynevezett védett vezetési pontokat hoztak létre. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében Kemecse külterületén Háztanyán építettek ilyen mély létesítményt. A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja volt szerdán, és ennek apropóján jöttünk el a mai napon ide. Itt van egy védett vezetési pont, amely a rendszerváltozás előtt polgári védelmi és védelmi igazgatási feladatokat látott el. Most már funkcióját elveszítve ez az objektum, mindemellett, hogy nagyon sok energiát fektetünk arra, hogy az állagát megóvjuk és a környezetét rendbe tartsuk, most polgári védelmi múzeummá alakítottuk át, és a nagyközönség részére is láthatóvá válnak majd azok a polgári védelmi, azok a védelmi igazgatási dolgok, eszközök, amelyeket az elmúlt 30-40-50 évben használtunk. A védett védelmi pontokra háború, légi vagy akár atomtámadás esetén a megyei vezetőket menekítették volna, hogy innen irányítsák a térséget. Két nagy felszínű létesítmény van, amely védte a magának a mély létesítménynek, ami a mély létesítmény tulajdonképpen az a védett vezetési pont, az háború esetén teljesen elzárkózást tudott biztosítani azoknak a vezetőknek, és három napig legalább el tudta látni őket, úgyhogy nem jöttek a felszínre. Tehát ameddig a sugárveszély el nem múlt, addig tulajdonképpen ők onnan irányították az egész megyei védelmi bizottságot. Mert több védelmi bizottság volt, csak ez volt a központja, ez folyamatos kapcsolatot tartott a budapesti központtal, és onnan kapta az instrukciókat a védelem kialakítására. A Kemecse melletti objektumot az 1960-as évek végén építették, atombiztos, légzsilippel ellátott mély létesítmény. Korábban fegyveresekkel is őrizték a föld alatti védelmi pontot, ahol többek között tanácsterem, rádiószoba, katonai rejtjelező, pihenőszoba emeletes ágyakkal és több sugárszintmérő eszköz is található. A most már polgári védelmi múzeumként működő helyet bárki megtekintheti. Egy korabeli jellegzetes kalap, tintatartó, Fali Óra és Kródi Gyula képe. Emlékek a nyíregyházi születésű íróról, amelyeket mától a József András Múzeum őriz. Kródi emlékszobát nyitottak a múzeumban, tisztelegve az egyik legnagyobb modern prózaíró előtt. Az író városhoz kötődő emlékeit is felidézték a nyitóünnepségen. Ezek a kis fürdőhelyek,
amelyek a régi Magyarországon csak nem minden város határában előfordultak, igazi pihenői voltak azoknak, akik a nagyvárosok zajgása elől menekültek. Krúdi Gyula gondolataival, emlékeivel nyitották meg az ünnepséget a múzeumban. A Nyíregyházához ezer szállal kötődő író, újságíró emlékeit egy szoba őrzi a József András Múzeumban. Az igazság az, hogy mindig volt a múzeumban Krúdi emlékszoba, 1974-től, mint hallottuk, de a felújításkor ez valami ok miatt megszűnt. Na most úgy gondoltuk, hogy azért mégiscsak a mi írunk Krúdi Gyula. Tehát rendezzük be abból a kevés tájból, ami maradt utána, hiszen tudjuk, hogy nagyon szegényen halt meg. Villanyát kikapcsolták, ágya mellett egy gyertya égett, tehát amit lehetett összegyűjteni, néhány dolgot, azt összeszedtük. A szobába lépve a kor hangulatát idézik fel az író személyes tárgyai, melyeket nővére Ilona őrzött sokáig. Egy kanapé, két fotel, egy könyvállvány, fali óra, néhány apró tárgy, köztük egy a gyerekkorából őrzött búgócsiga is. Hajnaltól délig szinte megszakítás nélkül írt, akkor is, ha beteg volt, mert élete legnagyobb szenvedélye az írás volt. De miről is írt, hogyan vélekedett az emberi élet alapkérdéseiről a modern magyar prózaíró? Tette fel a kérdést a Krúdi kutató Fráter Zoltán. Valami olyan egységet őriz még az egész Krúdi életmű, és hát őrzött Krúdi is, amit azóta talán lehet, hogy elfelejtettünk, vagy csak a legjobbaknál jön elő manapság. De ő még tudott valami olyan hátteret adni az alakjainak, olyan egységes világnak legalább az emléke benne volt még, amiben az ember sokkal közel van a természethez, sokkal egyszerűbb érzések, gondolatok vezérlik, és hát mondjuk talán, hogy nem mérgezte még meg teljesen a civilizáció. Aki szeret Krúdit olvasni, egy csodás világ tárul fel előtte, a valóság, a képzelet és az álom keverékébe viszi el az olvasót, a kalandos történetek, novellák és mesék szerzője. A Szindbád, a Napraforgó, a Vörös Postakocsi európai léptékben is kiemelkedő alkotások, hangzott el. A Krúdi emlékszoba a Nyírség álmodója nevet viseli, mától nyitva áll a kíváncsi látogatók előtt. Tizenhárom intézményből közel 150-en vettek részt a fogyatékkal élők hagyományos megyei sport találkozóján. A Nyíregyházi Városi Stadionban 3 csapat és 5 egyéni sportágban próbálhatták ki ügyességüket a résztvevők. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége 5 nagy rendezvényhez nyert támogatást a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetségénél. Ezek közül az első a megyei sporttalálkozó, amelyre 13 intézményből közel 150-en érkeztek a Nyíregyházi Városi Stadionba. Nyíregyházáról 6 intézmény, Nyírbátorból, Mátészalkáról, Újfehértóról és Kislétáról is eljöttek a versenyzők. A mai rendezvényünkön csapatversenyben mérhetik össze a tudásukat a tanulók és a fiatalok, felnőttek. Ez a kispályás labdarúgás, a streetball és a kötélhúzó verseny. Egyéni versenyszámokban pedig van a 60 méter síkfutás, kislabdahajítás, célbadobás, dárc és a bocsa. A megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre szerint a fogyatékkal élők a sportban megtalálhatják azokat a kihívásokat, amelyek sikerélményhez juttatják őket. Ahogy a szlogen is mutatja itt mögöttem, mert ez több, mint sport, és ez nagyon jó kifejezi azt, hogy miről is van itt szó, hiszen a fogyatékkal élőknek egy-egy ilyen sportrendezvény nem csak egy sportolási lehetőséget jelent, nem csak egy kikapcsolódási lehetőséget jelent, hanem valóban azt érezhetik és joggal érezhetik azt, hogy ők bizony értékes tagjai a társadalomnak, és ráadásul itt olyan célokat tűzhetnek ki maguk elé, amelyek teljesítése esetén olyan sikerélménnyel, olyan élményekkel gazdagodhatnak, amelyel a saját test és szellemi fejlődésüket is nagyban segíthetik elő. A Megyei Szövetség december 3-án a Fogyatékkal Élők Világnapján tartja következő nagy rendezvényét. Nyíregyházán a Continental Arénában épp sportolók bevonásával rendeznek egy sportágválasztót a fogyatékkal élők számára. 3 mérkőzés után a 2 győzelemmel és 1 vereséggel a tabella 4. helyén áll a női kézilabda NB2 északkeleti csoportjában a Mátészalkai MTK. A legutóbbi Vitka Else elleni mérkőzésen 1,5 év szünet után ismét pályára lépett a csapat edzője, Vakarcs Krisztina, aki 5 góllal járult hozzá a győzelemhez.
Három csapat, a Mezőkeresztes, a Hajdúböszörmény és a Fizesabonyás 100%-os teljesítménnyel az NB2 északkeleti csoportjának tabelláján, mögöttük a Máté Szalkai MTK foglalja el a negyedik helyet. A tavaly újoncként ugyanebben a pozícióban végző együttestől 10 játékos távozott, ketten pedig befejezték pályafutásukat, így mind a szurkolók, mind a vezetők előtt kérdéses volt, hogy mire lehet képes az alapos vérátömlesztésen átesett együttes. Az eddigi szereplésre nem lehet panasz, az első forduló a Debrecen második csapat ellen 24-18-ra nyert a Vakarcs Krisztina által irányított gárda, majd a megyei rangadón idegenben 23-19-es vereséget szenvedett a Kölcsey DS-től a Máté Szalka. Legutóbb a szintén megyei osztálytárs Vitkaes elleni 33-29-es győztes meccsen másfél év kihagyás után ismét pályára lépett a játékosokat eddig csak az oldalvonal mellő segítő edzőnő is. Beálltam a lányokhoz, hát 5 góllal sikerült hozzájárulni a mérkőzéshez. Nem mondom, hogy még nem fog játszani, de minden mérkőzésen természetesen nem. Egy bizalmat adtam a lányoknak, tehát egy biztonságot, és úgy gondolom, hogy kellettem. A Máté Szalkai MTK következő 2 meccse keretbe foglalja a tabellát, mivel szombaton a Sereghajtó otthonába látogatnak Jurecskáig, majd a listavezetőt fogadja a Szalka. Most utazunk Alsó Zsolcára, hát ő a tabella végén van, tehát természetesen a 2 pontot haza kell hozni. Inkább az utána való mérkőzésre készülünk a Mezőkeresztes ellen. Én nagyon reménykedek abban, hogy ott is a 2 pontot el tudjuk hozni. A megyebeli csapatok közül a Kölcsey-díjas a Bőcsöt, a Vitkese pedig a Fizesabonyt fogadja a hétvégi fordulóban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A növényvédelmi gépek felülvizsgálatáról szóló jogszabály módosítását kezdeményezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A javaslat szerint a permetező gépenkénti akár 65 ezer forintos ellenőrzési díj a negyedére is csökkenhetne. A kötelezettség több ezer gazdálkodót és közel 6 ezer gépet érint csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ingyenes tanfolyamok indultak 44 szakképzési centrum összesen 365 tagintézményében országszerte. Az egyéves képzésen 300 órában idegen nyelvet, 150 órában informatikát és vállalatvezetési ismereteket is oktatnak. Akik külön órákon vagy nyelviskolákban tanulnak idegen nyelvet, a novemberi vizsgaidőszaktól változásra számíthatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyetlen úgynevezett védett vezetési pontját most már bárki megtekintheti. A Kemecse melletti objektum ugyan funkcióját már elveszítette, de egykori céljait, eszközeit múzeumként őrzi. Az atombiztos, korábban fegyveresekkel is őrzött föld alatti létesítményben többek között tanácsterem, rádiószoba és katonai rejtjelező is található. A Kölcsey Televízió híradóját látták október 14-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért addig is böngészék honlapunkat. Szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is melegebb őszi idő várható. A Kárpát-medence térségébe délnyugat felől egyre melegebb, délutántól egyre nedvesebb léghullámok érkeznek. Éjjel gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, zápor is előfordulhat. A keleti szél helyenként megélénkül, reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, délutántól eső, zápor valószínű. A keleti szél időnként megélénkül, délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap és a jövő hét elején még a felettünk hullámzó frontrendszer okoz felhős, borongós időt és jelentős csapadékot. A hét közepén ez a front ugyan elhagyja térségünket, de nyugat felől továbbra is nedves levegő áramlik fölénk, emiatt a hét végéig folytatódik a borongós idő, eső, zápor több alkalommal várható. Fagymentes éjszakákra, mérsékelten meleg vagy hűvös nappalokra számíthatunk.